ahogy lassan átvergődöm felnövésem bugyrain, ugyanaz a betűsor keresztezi útjaim. Nyomtatásban fenn a neten, Facebook szerte minden helyen, hír és űr és szórólapok, kormány vagy épp csetablakok, köztereken és posztereken, igen, ez az én nevem. Elírva. M-U-N-D-I-N-G. A betűsor, amit már az ABC előtt jól ismertem. Arra neveltek, hogy mindig betűzzem le a nevem, különben elírják, és ez problémákhoz vezethet. Így szorongtam rá végül lassan a saját nevemre. Mert ha most felhívnának azzal, hogy Nobel-díjat nyertem, a helyesírásra gondolnék, ahelyett, hogy büszkének kéne lennem. És mielőtt egy új eseményen lépek fel, én ébren hánykródom éjjel, mert rettegek, hogy századszor is elírják a nevemet. És még hogyha ismer is a szervező arc, 10-ből 9 mindig ugyanazt a hibát véti. És leírja, hogy Mundig. M-U-N-D-I-N-G. És akkor jön a kínos hívás, hogy igen, igen, láttam, szép nagyon, csak az a baj, hogy nem így hívnak, de ez persze meg az én bajom. És akkor bocsánatot kérnek, én megmondom, hogy semmi gáz, mert volt már ilyen jó párszor, és lesz is biztos nem vitás, de soha ki nem állhattam azt a pár pofátlan mondatot, hogy és nem gondoltál még arra, hogy megváltoztatod? Szerintem válts nevet. Hát lehet. Lehet, hogy tényleg az lenne az egyszerűbb, hogy fölvenni a kovácsot, vagy csak simán elhagyni az embetűt. Milyen név ez, hogy Mundink? Amúgy sincs semmi értelme. De nekem jelent valamit. Még akkor is, hogyha nem egészen értelmes. Azt jelenti deportálás. 200 éve német földről dél-magyar. Azt jelenti kezd előről. Azt jelenti tiszta lap. Azt jelenti sorozás. Ellenkezhetsz mint hiába, azt jelenti végignézni pár mészárlás Szerbiában. Azt jelenti dezertálás. Szökni, amíg még lehet. Azt jelenti német vagy. Viselt hát ezt a bélyeget. Azt jelenti deportálás újra német földre innen. Azt jelenti menekülni a szovjetek elől. Azt jelenti elveszteni mindent. Elveszteni házat és családot, földet, vagyon, barátod, elveszíteni magad. Elveszíteni mind, amíg csak a név marad. Azt jelenti kezd előről. Adj új jelentést a nevednek. Szóval, miért nem változtatod meg? Van mit változtatnom, és ez nem is kérdés. Ott a bizonytalanságom, a sok fel nem vállalt érzés, a figyelmetlenségem és a konfliktus kerülésem, az önbizalmam időszakos nagy mélyrepülése, az, hogy folyton beszélek, de nem mondok tényleg semmit, az, hogy anyámékkal még sosem tudtam őszintének lenni, az, hogy tehetetlen dühöt érzek szinte minden percben, szóval én tényleg nem vagyok a változások ellen. De annyi dolgom változtatnék, hogy lassan már az érdekel, hogy van-e bennem még olyan, ami maradásra érdemes. Lehet, hogy csak néhány betű. M-U-N-D-I-N-G. Mondd, 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 ding, 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 ding